Dávid ellen kezdtem, de sajnos be is fejeztem ott gyorsan a mérkőzést. Hát el kell mondjam őszintén, hogy nem itt el a kapuig egyszer sem, de jó taktikával, hogy a saját kapusom elcselezte a 16-oson belül, ezzel elvettem egy durva mérkőzést, úgyhogy borzasztó. Hát igen, én így nem tudok játszani, nekem kell egy szépen, és folyamatosan gyalaggép. Nagy szerencsétlenségem a Juventus húztam, nagyon nem szeretem őket. Tihany annyira jól játszott sajnos, hogy nem volt esélyem ellen. Az Atletico Madridot ki tudtuk nagyon jó játékkal verni a 8-döntőben. Hát az elődöntőben a Reállal találkoztam. Itt a Musicról irányít, hát súlyos bírói hibák voltak és mi kárunkra tévedtek, úgyhogy erre fogom a vereséget. Hány szóra tésztősök akkor a két méter is alatt? Hát háromszor, de két gólt értem el belőle. Hát igen, személyes csalódásnak élem meg, hogy csak a második helyre értem oda. Miért dönt ez nagyon könnyedén ment? Szalkai Robi szegény úgy látszik, hogy nem játszott én a gyerekkorában, mert nagyon sima mérkőzés volt. Elődönte ez már egy komolyabb, masztalos kollega ellen, és hát elődöntősen a Soliért kikaptam kettőre, de jól éreztem magam, és ez volt a lényeg, úgy gondolom. Nagyon jól sikerült ez a 4-3-3, nagyon jut most a mai napon. Aubameyang, Sürle és Royce hármasra fektettem a hangsúlyt. Előre indultak a srácok, ami be is vált, és gólokat tudtam velük szeretni. Aztán a második mérkőzésen Karas Péterrel találkoztam, a Juventus együttesével volt ő. Hát neki nem nagyon volt esélye, sima meccsnek mondanám ezt a mérkőzést. A döntőben pedig egy nagyon jó rangadót játszottam, Musics Rolanddal. Ő a Real Madrid csapatával volt, de Aubameyangot nem tudta megállítani, így a döntőt is sikerült behoznom.